Dale Carnegie írta az egyik értékesítés iskolája című könyvébe, hogy a megfelelő ügyfélnek nagyon nehéz rosszat mondani, a nem megfelelő ügyfélnek pedig nagyon nehéz jót mondani. Oké? Okay? Aki vásárolni akar, az nem fog kifogásokat mondani, hogy most nincsen pénzem, nincsen időm, így meg úgy. Jó? Aki viszont nem akar vásárolni, annak kezelhetsz, láts itt ezt, bármilyen kifogásait kezelheted, egy újabb fog kinőni a helyébe. Jó? És ez csajozásra rájöttem nagyon igaz. A megfelelő nőnek nagyon nehéz rosszat mondani. A nem megfelelő nőnek nagyon nehéz jót mondani. Milliószor előfordult velem, hogy minden egyes technikámat tökéletesen felépítettem, és pontról pontra jól csináltam, és nem jöttem össze a lányjal. És rengetegszer előfordult, hogy baromira rosszul csináltam a technikákat, össze-vissza bénáztam, de minden probléma nélkül összejöttem a lányjal. Nagyon egyszerű volt az oka, mert a lány már eldöntötte, hogy össze akar velem jönni. És ha a lány eldönti, hogy össze akar velem jönni, akkor nagyon-nagyon nehéz rosszul csinálni. Mindent el lehet rontani, nagyon nehéz rosszul csinálni. A megfelelő nőnek nagyon-nagyon-nagyon nehéz jót mondani, a nem megfelelőnek pedig nagyon nehéz rosszat. Ez valamilyen szinten szimbiózisban van az összszabály egymással. Ha megnézed, ez nagyon passzol az előző levő szabályhoz, és 90%-ban elejétől kezdve szimpatikus vagy a nőknek, azokkal fogsz összejönni, jó? Tehát ha egy lánynak szimpatikus vagy, egy lánynak tetszel, amikor leszólítod, nyugodtan mondhatod, hogy picit izgultál, nyugodtan mondhatsz néha béna poénokat, hogyha kicsúszik, mert eldöntötte, hogy tetszel neki. Oké? Okay? Tehát ezért nem fog lecsökkenni a vonzalom. Jó? Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos tudni, de egy lánynak egyszerűen nem vagy szimpatikus, akkor bármit mondasz, unatkozni fog, nem fogja érdekelni, hogy mit mondasz. Ráírsz Facebookon, hogy mi újság veled, ennyit fog mondani, hogy semmi különös. Jó? Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a megfelelő nőnek nagyon nehéz rosszat mondani, a nem megfelelő nőnek nagyon nehéz jót mondani. Éppen ezért fölösleges túlstrapálni magadat azon, hogy mikor, hogyan, mit mondja. Maximálisan híve vagyok annak, hogy legyenek betanult szövegeid, legyenek rutinjaid, de rágölcsönni ezekre a dolgokra nem nagyon érdemes.